2015. december 11-én adták át Domony község újravatalozó épületét. Az ünnepségen Tantó Csaba, a település polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Bő egy évvel ezelőtt az új elválasztott képviselőtestület eldöntötte, hogy újravatalozót épít. A már 50 éves, elavult, megkapott régi helyet. Megbíztak, hogy terveztessem meg az épületet, ami sikerült is, Füzesi László építészmérnök által, amit jóvá is tölt a testület. A munkálatok, az ügyintézés már tavasszal elkezdődött. Sok olyan dolog volt, ami nehezítette az építkezés elkezdését. Ugye szakhatóságok, földhivatal, de augusztusra minden összeállt, és elkezdődött az épület kivitelezése. Az épületnek a költségvetése 36 millió forint jelen pillanatban, így, ahogy most van. Körülbelül 2000 fős település, és nyilván az ekkora lélekszámnak megfelelő méretű ravatalozót kellett megalkotni. Ez körülbelül 300 négyzetméteres monolit vasbeton lemez alapra készült. Egy nyitott fedett ravatalozó előtti térrel, egy ravatalozótérrel, hűtőhelységgel, van egy raktár, egy öltöző és egy akadálymentesített WC. Domony ősi település, és bizony nagyon jól tudjuk, hogy mennyi mindent elárul bármely településről, bármely faluról, hogy hogyan, mi módon adja meg a végtisztességet a polgárainak, a települése, a lakóknak. Nagyon fontos dolog az életben a születés, nagyon fontos az, hogy hogyan éljük az életünket, de az életnek ugyanolyan fontos része, hogy hogyan búcsúzunk a szeretteinktől. És ebben a körben bizonyára mindenkivel megesett már, hogy szerettétől, rokonától, családtagjától búcsút kellett vennie. És amikor búcsút veszünk, akkor mindannyiunkban megmarad az az érzés, hogy egy kicsit az életünk egy darabját is búcsúztatjuk azzal, aki eltávozik. És nagyon sokszor látjuk, hogy méltatlan körülmények között történik ez. Hát Domony ezzel a nagyon szép és nagyon méltó épülettel most azon települések sorába lép, amely települések méltóképpen búcsúztatják azokat, akik eltávoznak. Ennek az épületnek a gyönyörű szerkezete, ennek az épületnek a tágassága, a tere mind-mind arra felé viszi az ember figyelmét, hogy amikor az életben búcsút veszünk valakitől, az nem csak egy világi aktus, az nem csak ennek a világnak szól, az bizony fölfelé irányítja a figyelmünket. A nemzeti színű szalagot Vécsei László országgyűlési képviselő vágta át, majd az átadást jelképezve Domony vezetőinek adta a szalag egy-egy darabját. Az épület tervezésénél fontos szempont volt a falusias irány követése, így a kivitelezésnél a természetes építőanyagok, mint például a fa kerültek leginkább előtérbe. A tervezés során ugye törekedtünk arra, hogy ez egy falusias megjelenésű épület legyen, hogy a környezetében leginkább illeszkedni tudjon. Fontos volt szem előtt tartani, hogy milyen rendeltetésű maga az épület, amit próbáltuk visszaadni azzal, hogy a tetőszerkezet felfelé ívelésével, vagy a felszálló lélek jelképét adja vissza. És ugye a színeknél fontos volt, hogy minél sötétebb színek kerüljenek rá a szerkezetekre. Ugye ez nagyon jól látszik a fa és a tetőfedés anyagánál is. Viszont az, hogy ezt kontrasztossá tudjuk tenni, ezért nagyon fontos volt, hogy a homlokzati felületképzés az ugye fehér színű legyen, és ezáltal az összes többi anyag nagyon jól látszódóvá válik. Az új ravatalozó épületre az átadó ünnepségen Sági Balázs evangélikus lelkész kérte Isten áldását. Isten áldja meg az építőknek a kezei munkáját, hogy Krisztus gyülekezete gyászában reményt és vigasztalást találjon itt, nemzedékről nemzedékre. Keresztény gyülekezet Pál apostol azt tanítja, hogy Isten igéje és imádság szentel meg minket, ezért most hallgassuk meg Isten igéjét, azután pedig hívjuk segítségül az Urat, hogy ő maga szentelje meg ezt a házat,
amelyet szolgálatára szántunk. Hallgassuk meg a mai nap evangéliumát János írása szerinti evangélium 11. fejezetéből a következőképpen. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Az Aszódi Katolikus Hitközség nevében Kovács István akolitus köszöntötte a megjelenteket és mondott áldást az új épületre. Mindannyian tudjuk, hogy egy ház megépítése előtt mennyi terv, futkosás, szaladgálás, segítőkéz, építőanyag, szakember szükséges a falaknak a felépítéséhez. S ha már készen állnak a főfalak, kitűzik a bokrétát, hogy mindenki örüljön és vigadjon, hogy már majdnem készen lett a nagy mű. E szépen és korszerűen kivételezett ravatalozó esetében ez itt másképpen alakul. Az újdonság varázsa mindannyiunkat megérint, de valahogy nem tudunk olyan felhőtlen örömmel örülni és vígtáncot járni, mint a másik esetében. Igen, mert ez az a hely, ahol rádöbbenünk, az élet mulandó. Ismerőseink búcsúzásakor óhatatlanul eszünkbe jutnak majd azok a bizonyos könyvek, bizonyos lapjai, amelyek fel vannak jegyezve e világi tetteinkről. Vajon őt, az erőtlent, testet, és majd ekkor engem is, hogyan fognak megítélni az élet könyvében? Ott, a trónus előtt. Az új ravatalozót márciustól veszi használatba a település. Addig még egy urnafal építése, illetve parkosítási munkálatok vannak hátra, valamint a község címerével díszített lélekharangnak is meg kell érkeznie a ravatalozó épületbe. A lélekharang az a tetőszerkezetből kinyúlóan egy külön faszerkezetbe kerül beépítésre, ami nem automatizált, hanem egy klasszikus módon egy kötélmozgatással, egy lengő szerkezettel ellátva lesz majd mozgatható. Az átadó ünnepség végén a jelenlévők közösen imádkoztak az új épületért, a felekezetekért és mindazokért, akik már eltávoztak a földi életből. Az Úrtól tanult imádság azokkal is összeköt bennünket, akik már előre mentek tőlünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.